Jó, köszönöm szépen. Annál is inkább várjuk, mert ugye a rendezvényeket miután ingyenes, ugyan sosem csinálás, akkor ugye az abban az 1%-ból tudjuk fedezni. Mármint, hogy mégis örömmel tesszük ezt, ezzel semmi gond nincsen. Annyit még elmondanék, hogy akit van egy barátom, most hosszú lenne elmondani, aki öltöztette a céget, és ott van ilyen inkot, hogy valakit érdekel hátul, ami rajta van. És akkor innét kezdve én inkább nem is mondok semmit, annyit, hogy mert amit mondanék, ezt úgysem hallgatnám meg az András, úgyhogy csak annyit mondok, hogy Balczó András következik. Szeretettel üdvözlöm Önöket, köszönöm a megszólás lehetőségét. Valahogy most nem tudom, mi az oka annak, hogy egész országban van, hogy valamilyen fajta eltanástalanodás van. Lehet, hogy Önök is ismerték is, ezek a mostani ilyen politikán belüli egymás ellen fordulások, az is elbizonytalanítják az embereket. Azt mondja Jézus, hogy az az ország, amely meghasonlik, az elvész. És ennek valami meghasonlás félét tapasztalom itt a közéletben. Ilyen kis szellemi földmozgásokat. És talán lesz majd nagyobb is. Tudják, hogy Nepálban egy óriási földrengés volt. Barátomnak a fia tegnap előtt érkezett volna ki Nepálba, és ilyetten telefonált, hogy nem tudunk-e valamit a fiáról, hogy ahol volt, ott milyen fokon volt a földrengés. De az a gyanú, hogy egy igazi változás az nem úgy fog megtörténni, szépen lassacskán, hanem lesz benne egy robbanás, és utána a rend. Ez a vágyam persze. A Rossmaninak a Tell Vilmos Nyitány művében van egy rész az első két és fél perc után, valami, aki ismeri, talán emlékezni fog rá, egy ilyen lassú, furcsa, sejtelmes mozgás, valami ilyen ijesztő valami, és akkor valami ilyen egyre fokozódó feszültség felnő addig, és aztán egy robbanás, és utána rögtön rend, nem a rendetlenség, hanem a rend. És én zene érzékeny vagyok, zenélni nem tudok, de a mások zenélnek, szép muzsikát hallok örömmel, sokszor nem tudok nem sírni, és nem tudom, hogy miért, mindegy. Valamit megérint bennem, a zene elvékonyít valamit lényemnek egyik hányadába, és az ott kifeszül, és ha egy szúnyog neki repül, akkor az koppan egyet. És ebben a nyitányban én bennem úgy fogalmazott meg, hogy az igazság végső győzelme zenei megfogalmazásban. Tehát lesz ilyen. Hogy mikor lesz, azt nem lehet tudni. Én minden esetre, hogy mondjam, ilyen előmunkálatosnak tartom magam, mert ha meghívnak valamit, én nekem az a célom, hogy örökét mondjak, hogy próbálok evangelizálni. Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Ezt többször elmondtam talán itt is, hogy ami ma van a világban és Magyarországon, fényes bizonyíték annak, hogy ez igaz. Ugye a hajózásnál bajt okozott, hogy nem jutottak C-vitaminhoz, akkor még nem volt, hogy a 250-es, 500-as, 1000-es C-vitamint veszünk a gyógyszertárba, és nem is tudták egy darabig, hogy miért kapják a skorbutot a hajósok. Fogtű, sorvallás, vérzés, stb. És aztán rájöttek, hogy a savanyú káposzta, nagyon sok C-vitamin tartalmaz, el lehet raktározni, ha lé alatt van. Már szakember, hogy lé alatt van, akármeddig el lehet raktározni, és elmúlott a hajósoknál ez a baj. Hiánybetegség volt.
Magyarországon az emberek 90-valahány százalékának van egy meghatározó hiánybetegsége. Ez az Isten hiány betegség. Az emberek, a férfiak talán ebből a szempontból rosszabbak, mert a büszke ember férfiak között több van, mint nők között. Amikor az álti világban templomok benézett az ember, 80% nő volt és 20% férfi. Én szerintem azért, mert a nőknek a lelke érzékenyebb. A nőknek, nők többet adnak a szellemvilág üzeneteire. A férfi azt megoldom magam, egyébként is minden ebben az irányba hatott az emberekre, talán Istenek nevetségessé tették azokat, üldözték azokat, állásra megfosztották azokat, akik bátran és nyíltan vállalták a hívő mi voltukat. És azt vettem észre, hogy mostanában úgy több ilyen tanástalan ember van, és tanástalanságú az ember, oda mennek, veszik a fáradtságot. Hát, ha hullik valami biztonság, valami megnyugtató, hogy hát, ha. És úgy látom, hogy tulajdonképpen ez nem rossz, hanem jó. Svájcban voltam ezelőtt így 3 évvel, Bázelben a vendéglátók bemutatták a Bázelnek a gyönyörű belváros, óvárosát. És aztán mondta a vendéglátó, hogy látod azt a templomot, azt már eladták. Azt is eladták. Ott abban még a leszbikusok berendeztek egy kávézót. És mondta, ott van Bázelnek egy ilyen grincing jellegű városrésze, étterem, cukrászda, presszó, kávézó, azt mondja, péntek, szombat, vasárnap, ez dugik tele van. És mi van ott? Jól vannak. Van pénz. Ott a svájci frankkal nem lehet disznóságot csinálni, mint nálunk lehetett csinálni. Rengeteg. Az emberek nincsenek kiszolgáltatva. A kiszolgáltatottság állapota az emberben inspirál Isten irányú figyeléseket. Ezt vettem észre. Máskor úgy az év folyamán, ezelőtt, mint több egy fél éve, úgy hetente, 10 naponta kellett menjek valahová meghívásra, mert valahogy azt vettem észre, hogy az emberek Isten szavot éreznek rajtam. Most Adinak van egy ilyen verse a Sion hegy alatt. Azért éreztem akkor az Isten szavot. És valahogy, mivel tényleg mindig Jézusról és Istentől beszélek, hát ide szimatolnak néha, hogy hát ha hallunk valamit. Aztán én őszintén szólva, mert sokszor elmondtam Tibornak is, önöknek is, aki nem első alkalommal van itt, hallja a beszédemet, hogy én, nekem nincs 2 lemezem, hogy beszélek erről is, arról, meg amarról, mint vannak nagy koponyák, hogy 10 este tudnak beszélni 1-1.5 órát, és nem ismétlik magukat. Nekem ilyen nincsen, nekem 1 lemezem van. Azt felteszem, néha a körülmények változnak, egy kicsikét máshogy tálalom, máshogy indítom, vagy valamit hallok az előadásom előtt, az talán valami bevezetést ad. De tulajdonképpen mindig azt mondom, hogy hol találtam meg azt az állapotot, amely után mindig is vágyódunk, amelyről azt hiszünk sokszor, hogy egy olyan cél elérése, vadállamnak az elérése, és megadja a boldogságot, hogy az tévedés. Az, amire vágyódunk lényünk mélyén, az nem elképzelhető. És ezt az állapotot nem akkor nyerjük el, amikor erőfeszítésünk a tetején vagyunk, és a siker összejött. Nem. Az összeomlásban. Mert lehet ez már emlékeznek ilyen mondatokon állat, hogy a büszke ember, a gőgös, büszke, rátarti, kevés emberrel az Isten semmit nem tud kezdeni. A kevésség az szigetelő anyag Isten és ember közé. Egy csoda történetnek volt a tanúja,
egy neves főorvos, akit jól ismerek, egy ilyen nagyon rendes görög katolikus, első generációs értelmiségi, aki a gyökereit nem veszítette el, össze szokott hívni embereket egy bizonyos augusztusban, július vége augusztusban, és akkor arról gerjeszt beszélgetés, hogy hol van megoldás, merre van megoldás, és én is szóra kerültem, mert piszkált a házigazda, hogy te mondjad. Mondtam az illetőnek, hogy hát ez sokan jelentkeznek, én nem jelentkeztem. És akkor, most mondja, egy idő után már molyogkodás lett volna nem beszélni, és elmondtam az én szerint diagnózisomat, és egy ott lévő, nagyon befutott tudós ember, aki ilyen akadémia, levelező tagja, tehát hívják külföldre előadásokat tartani, az felállt a másik oldalon, és elkezdte böködni a házigazdát, hogy engem állítson le. És akkor aztán én voltam utolsó hozzászóló, és akkor ottan csoportokban velünkben beszélgettek még az emberek, mellettem is volt két-három ember, és ez a tudós ember odajött, és azt valamit letolt engem, hogy nem így van, vagy mi, hogy gondol. És én azt mondtam neki, hogy a tudományok sikereit gőgössé tettek, és a gőgös emberrel az Isten nem, semmit nem tud kezdeni. Vége volt a beszélgetésnek, ő ment arra, én mentem arra. Otthon másnap délelőtt gyönyörű idő volt, nyíltam a füvet. És egyszer csak szaladt ki a feleségem a konyhából, és azt mondja az illetőnek a nevét, hogy itt van, telefonál. És sírhatnékon van. Azt mondta, Bandikán, éjtünk, de a sírásonnak ne tapsoljatok, gyerekek! Tudom, mit akarok mondani. Azt mondtam, ne haragudj, éjfél után kettőt nem tudtam aludni, és igazad van, bocsáss meg. És ez az ember számomra nagyobb, mert ezt megteszi, hogy én, Savanyi 23 Jóska, aki TFN ilyen vívó, bökő, akár végzett, és ő kér én tőlem bocsánatot. De ez az óriási lehetőség. Bemondani a terített betűket, az ulti kártyajátékot ismeri. Valakinek annyira rossz lapja van, hogy tudja, ha akarna se lenne ütése. És akkor azt mondják, hogy terített betű, lerakja, tessék. És ezt fizetik a legjobban szinte, talán a durmással fizetnek többet, de vagy terített, minden nagyon sokat fizetnek érte, de csak akkor, ha bemondják. Mert nem mondja be valaki, hogy betűlapon van, akkor elbukja természetesen, és nem nyer, de bemondva az a múlik. Kimondom, vagy nem mondom. Ki kell mondani. Nem lehet nem kimondani. Mint egy esküvőnél. Nem lehet nem kimondani az igent, hogy akarod-e a jobbodon lévő Erzsébetet. Nem lehet azt mondani, hogy itt gondolok plébánosról, minek jöttem ide? Nem lehet azt mondani, hogy hát persze, nem. Egy valamit lehet mondani, hogy igen, nincs több. Ezért vannak szavak, mondatok, amiket nem lehet büntetlenül nem kimondani. Tudják, vétkesek közt cinkus, aki néma. Atya fiáért, számolt testvér. És ki kell kimondani. Nem érnék semmit, ha elkezdnénk kalasszikóval balliberálisokat lelövöldözni. Boldogok lennének, hogy végre az történik velünk, amit eddig is mondtunk, az nem volt igaz, de most már igaz, mert lőnek bennünket. Tehát nem érnék oda semmit. Nem lehet azt, hogy elkezdnénk zsinálgatni munkákat felgyújtani. Nem, semmi. Nem lehet erőszakkal válaszolni. Mintát kell venni Jézusról, aki a keresztfán azt mondta, bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekeznek. Ha nem tudják az emberek, hogy az Isten milyen,
akkor nem tudnak eligazodni, nincs mibe hinni. Holott az Istenre az jellemző, hogy feltétel nélkül szeret minket, és az Isten ismeret és a hit mértékek között szoros összefüggés van. Ha valaki elkezd keresni, kutatni, Uram, mutasd meg, hol vagy, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, akkor elindul valami, ameddig magára támaszkodik, ami tele van ötlettel, eladom a lobamat, meg a kocsimat, még az éjjel kimondta maga, hogy van megoldás, vannak ötletei, ameddig az ember, hogy mondjam, tanácsokkal látja el az Istent, addig nem fog semmi sem megindulni. Amikor eltanástalanodik az ember, akkor jön közbeavatkozás. Mivel a gőg elmúlott az emberből a tanástalanság pillanatában. Sokszor gondoltam, miért történhetett az úgy, hogy amikor 62. július 1-én megtudtam, hogy az 55 éves édesapám, akit teljesen egészségesnek tudtuk, egyik pillanatra másikra meghalt, egyik szívkoszorú érelmeszesedésbe. Gyönyörű helyen várakoztam, derbe egy vasárnap kora délután volt, vártam valakit, és jött egy, a Dunaparton jött a motorcsónakjával egy kajakkenő edző, ismerős kajakkenő edző, észrevett engem ott fent a parton, közel jött a parthoz, szembefordult az árral, és felszólt a partra. Bandi, telefonáltak az Újpest öbölbe, meghalt az édesapád, és akkor jött egy ilyen szédülésszerű, a tudatomnak volt inkább szédülése, mint amikor az ökölvívót megütik, és eltalálják, és kezdjük a tüzet számolni rá. Egy ilyen döbbenet, tanástalanság, sokkos állapot. De tartott körülbelül 3 másodpercig, talán 4, ez 62-ben volt. Életem legnagyobb fordulópontja volt, és egy idő után teljes nyugalom és béke, valahol, valami csatornán, nem az agyomba, a lényeg mélyére egy komplett mondat érkezett. Az Isten van, holott én addig kőkeményen tagadtam az Isten létét. És akkor 180 fokot fordultam, én nekem nincsen olyan gondom, hogy az Isten van vajon, vagy nincs, vagy van, vagy nincs, hogy milyen, ott esetleg lehetnek keresésbeli gondjaim és tájékozásai. De én szerintem ez a sokkos állapot, a teljes elbizonytalanodottság, magabiztonság egy pillanat alatt elmúlott, és akkor tudott az Isten közbeavatkozni, az addigi tagadásomat töröltet. Vadászok tudják, hogy a vaddisznóra vadászás van, és akár megsebzik, vagy a kis vacak, ekkora vakas kutyák körbeugatják a vaddisznót. Állítólag vizslát nem lehet használni vaddisznóra, mert az nem tud olyan könnyen félreugrálni, mint ezek a taszkószerűségek. Az a körbeugrálják magát, és a vaddisznó csapkod az agyarával erre, arra, mindenfelé, és ez egy idő után elfárad, meg elbizonytalanodik, és megáll. Azt mondják a vadászok, hogy a kutyák állóra csaholták a vadat. És állítólag a vadásznak ilyenkor kell lőni. Ez az. Tehát engem a gőgöm elvesztése állóra csaholt. És azóta tudom, tehát nem az történt, hogy utána mentem a paphoz, filozófushoz, hívő emberhez, pártitkárhoz megérdeklődni, hogy mi a helyzet. Nem egy lassú változás és fordulás, hanem 180 fokos fordulás. A halálból életre fordulás. És lehet, hogy nemzetünknek is fog jönni egy ilyen pillanata, várjon rá, hogy legyen ilyen 180 fokos fordulás, és az embereknek olyan százaléka forduljon meg, amire az Isten azt mondja majd, hogy ennyi elég, kezembe veszem a sorsotokat. Most az Isten fülel lefelé, Magyarország felé, hogy van kiáltás, hozzáfordulás. Ha? Azt mondja, nem hallok semmit. Jó, megvannak.
van pártik, majd szavaznak rá, elintézünk minden. Nem. Ha nincs baj, akkor menjek segíteni? Nem. Csak úgy lehet, hogy az ember kér. És a gőgös ember nem kér. Ezért furcsálom mindig szegény Nagy Lászlónak, hála Istennek ismertem őt, leírta, de kérni nékem nagy szégyen, úgy is adja, ha nem kérem. Nem így van. Az Isten előtti gőg ez. Akadályoz. Ha az ember bemegy a közérbe, és a húsos pultnál megáll, akkor állott, és az eladó nő azt mondja, tessék palacsony, mit palacsony? Nem szól semmit. Hát nem kap semmit. Be kell mondani, hogy kérek 10 darab parizsát, vagy akármit. Be kell mondani. Uram, segíts. Bemondasz. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? A nagy jólétben ilyen nincsen. Minden el van intézve, le van hajazva, magas nyugdíjam lesz, vagy már most az van, stb. Ameddig minden jól van, addig nincs igazi megtérés, fordulás. Felvidéken voltam a múltkorában, és egy háznál voltunk, egy református templomba kellett menjek, meghívott beszélőnek, és egy házban voltunk, a ház tulajdonosa is, a gépkocsi a kapu előtt állt, és ellenkező irányba állt, mintha a templom volt, ahova menni kellett. Ültünk és vártuk, még valakit vártuk, hogy kijön a házból. Azt mondta ez az ember, még felig kijön, addig megtérek. Gondoltam, hogy egyszerűen meg, igen. Hát ott még az, hogy 180 fokot fordulok, azt előtti értelemben használják, hogy megtérni. Igen. Holott erről van szó, és ameddig Magyarországon hangok, esetleg kétségbeesett kiáltások nem állnak össze, amit aztán az Isten meghal, addig az Isten, mint eladó az üres boltba, szétveszi a kezét, ha nem kellett, nem erőltetett, mint a szerelemben. Nem lehet ráerőltetni magát senkinek a másikra, mert abból mindig baj van. Csak úgy lehet, hogy ketten, csak ő én nekem, csak én ő neki, a szerelemben az ember férfi-nő kapcsolat, és az Isten-ember kapcsolat között van valami hasonlóság, valami azonosság. A szerelem állapotában én szerintem mindenki kap ízelítőt abból, hogy milyen lehetne az élete, ha a Teremtővel szoros kapcsolata lenne. De tudják, hogy a szerelem az a lángoló, az a őrült, az aludni képtelen embereket termelő szerelem, az elmúlik. Átmehet egy másik formába férj és feleség között, ami valamilyen szempontból több is, mint ez a nagy láz, de házasságkötéshez kell egy kis érzéstelenítés, amit az ember a szerelem állapotában megkap. És utána lehet valami, egy olyan kapcsolat, amelyben azt, hogy szeretni, az olyan, valami furcsa egy fogalom, lejáratú fogalom. És egy feleséget csak úgy szabad most lehet szeretni, ha az ember néha szeretgeti. Tudják mi az? Szeretgetni. És én például, hát nem előttem ennek a veszélye, de nagyon nem szeretnék szerelmes lenni. Voltam már, köszönöm szépen, nagyon jó volt, de az volt, és ami most van, az nekem sokkal gazdagabb. És hát ember és Isten között is létezik ilyen körülmény. Arra jöttem rá, mert azt mondja Jézus, hogy valamelyik apos, hogy szüntelenül imádkozzatok. És akkor gondolok, hogy szüntelen, hát mi csákányozok, akkor imádkozok, hanem beszélek a rendőrrel, vagy Balózsal, Balőr, hogy van ez? És akkor Egyiptomban élő jezsuita mondta azt, hogy ő reggel tünőtbe, tehát imádkozik, és utána ő kapcsolatba kerül az Istennel, és azt mondta a riporternőnek, hogy most például ő csinálja velem a riportot, én közben az Istennel kapcsolatban. Én imádkozom közben, de közben beszél is mást. Én azt mondja, imádkozom közben. Szóval az jutott eszembe, hogy egy Isten jelenlét
tudatára van szükség az embernek, ahogy az ember kocsival ül a kocsiba. Piros lámpánál megáll, zöld lámpánál elindul, sávot vált indexel, minden, és közben tud beszélni a mellette lévő emberre lényeges dolgokról. Tehát ilyen két felé figyelés létezik. Ezt lehet gyakorolni, és kérni mindig valami formában ilyen kapcsolat, ápolást csinálni, végezni, kutatni. Van lehetőség. Mondom, hogy ha sokan lesznek azok, amik őszintén végső menedékként az Istenhez kiáltanak, akkor lesz megoldás. De addig csak az van, hogy az egyes ember a maga helyén, a maga körülményében mindent megtesz méltóképpen. Az országnak egy tízmilliomod része rendbe van téve. Az ő élete teljességre juthat. De az egész ország úgy vagyunk, hogy nem szeretünk úgy boldogok lenni, nem is tudunk, vagy lehet, hogy vannak ilyenek, hogy a mellettem lévő ne legyen boldog. Az én boldogságomnak is hiánya van. Csak az a lehetőség, hogy valami módon ezen a kiszolgáltatás, a másik embernek ilyenfajta kiszolgáltatottságát az ember igyekszik segíteni. Szerintem az a helyes eligazodási minta, ha valaki valahol látja a jogos és égető szükséget, és ezen van módja enyhíteni, vagy megszüntetni, azt kell csinálni. És akkor az ő élete el van intézve, rendben van, és így vagyunk mi is. Tehát azt mondja, hogy menjetek szélesebb világra, és tegyetek tanítványán népeket. Emberek közé kell menni, nagyon jó hívő között is lenni, ellenni, egymás dicsérve, hallelujázni, feltett kézzel. Én kiszaladok az ilyen helyre, ahol az emberek 90-valahány százalék, ez a boldogsága többet mutat, mint amennyi van. Hitet hazudik, menekülni onnan, nem igaz. Ha valaki többet akar mutatni a hitéből, mint amennyi van, az olyan tragédia, amit mikor valaki a fal előtt meg akar állni a kocsijával egy méterre, és a fal után egy méterre áll meg. Senki ne akarja, inkább kevesebbet mutasson, mert minden többek mutatás színlelés, mint az ebben az Istent megzsarolná. Uram, most kicsit többet mondtam magamról, meg a hitemről, de azért most az nyomás pótolt ki. Nem lehet. Az Isten nem lehet így megzsarolni. Ha annyit mond valaki hitéről, ami van, az doszta elegendő. A többi az, mert olyan, mint a 21 nemű szerencse kártyajátékban, 22. Az meg fúcs. Nem. Az lehetett érezni. Hányszor emberek beszélnek, ha nem természetes szóhasználattal beszél valaki, hanem megkegyesedik az előadásra. Ismerek ezt ilyen hívő közösségnek sokszor. Általában kisebb egyháloknál fordulni. Megcselepszi azt az Úr! Meg ilyen szófordulatokkal oltják egymást, és tolva a nyelvek kialakulnak a keresztények között, mint állítólag volt egy ikergyerek, két ikergyerek. Kialakult közöttük egy nyelv, ők értették egymást, de a szülők nem értették. És így van a keresztényeknél, hogy egy ilyen látszathitet, egy ilyen majomkodást bedobnak, és a másik nem majomkod, mert fél, hogy kiközösítik, holott neki annak kérdései lennének, hogy jó, ez így mondjátok meg, mert ezt nem értem, és akkor átveszi. A múltkor voltam egy ilyen közösségben, és hát egy erkélyen álltunk, vagy hatal, heten, és egy ilyen gimnasztikás pillanat jött az emberekre, és a mellettem lévő hölgy, hát én szépen lehet tartottam a kezemet, azt mondja, mi van, miért nem teszik fel a kezem? Nem vagy az Úrban? Most mit csináljak? Nem szabad. Tehát én csak arra bátorítok mindenkit, hogy egy maga, vakmerőn, hivatalon közé induljon el. Kísérletezni kell, próbálkozni kell. Az a kísérlet, a keresési kísérlet, amikor adakozok
valaki felé, de olyasmit adok, amire nincsen már régen szükségem, régen divat hozzá a hegyes orrú férfi cipő. Ott van benne 15 éve, fel nem venni az ember, és jön Kárpátaljáról valamint szerepképpen, és akkor ezt a hülye cipőt áldjon meg az úr, ebből nem lesz találás. Kísérletezést mindig abból kell finanszírozni, ami nekünk kedves. Mi az? Szabadidőnk, pénzünk, tekintélyünk. Ezek a legfontosabbak. Ebből kell kockáztatni. És ha az ember ebből kockáztat, akkor van találás. Aki keres, az talál, közölget annak megnyitatik. Tehát mindenkinek ezt tudom mondani, kell részlet területeket is ismerni, de az első, az a 180 fokot fordulni. Aki a Zsoltárokban van egy ilyen mondat, hív segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hányan vannak ilyenek? Nagyon sokan. És a bajba jutottan ő mindig segít. Ez a nagy akarás például, nagy tülekedés, az is olyan, hogy nem szerencsés. Az Istenről tudni kell, hogy ő Jézusban bemutatkozott, aki azt mondta magára, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. Tehát, hogy milyen az Isten, meg kell nézni, milyen volt Jézus. Nem abba azzal tolmácsolta magát. És bizony ez a szelídség. Néha az ember újságot olvasva is elkapja valami lendület. Az ember mond mindenfélét, és megyek a feleségemhez, és mondom, azt mondja, jó, de a gyerekek előtt nem utassad, mert mindig csak ilyen riasztásokkal állsz elő, hogyha olvasod valamelyik újságot. És ez az egy út van, nincs más. Ez az ember, akit említettem, a tudós ember, erre pedig az vonatkozik, hogy így van a Zsoltárokban egy rész, hogy mindjárt. Akiben nincsen belátás, sorsa egyenlő lesz az állatéval. És milyen ez a tudós embernek? Megszületett a belátás, még ha megszületett a belátás rendben van, azt mondta magába mondjuk, hogy igaza volt a Balcónak, de fel is hívott. Hát ez volt a nagy dolog benne, hogy bevallotta, és rájöttem, hogy tulajdonképpen miért olyan tudós az ember, és miért becsülik olyan sokan nagyra. Mert amikor rájött, hogy a kísérletezési iránya helytelen, azt mondja, hogy itt nincs. Ezt megnéztem, erre nem megyek tovább. És nagyon sokan a tételeikre rágyölcsölnek. Egy tudós ember mondta, Kellermájer Miklós, hogy a tudósok, a nagy tudósok úgy van, 40 éves koruk megalkotják a tudományukat, a felfedezésüket leírják, és az utána következő évtizedek a 40 éves korra elért tudományát kezdi védelmezni, görcsölni mellette. És nyilván a legnagyobbak, ezek a nagy koponyák, ezek hamar elengedik a görcsöt. Volt egy régi film, hogy egy hőlégballont, amikor kosárban már benn vannak emberek, vagy 8 ember kötélen fogja, tartja len a földön körbe, és fűtik a hőlégballont, hogy azt majd felemelkedjen. És akkor elkezdek emelkedni a hőlégballon, 7-en elengedték, és egy szerencsétlen marha nem engedte el, görcsöt, ő fogni akarta. És azt mutatták már, hogy fenn van, mint 20 méter magasságban, tovább már nem is mutatták. Egy darabig ez a vékony kötélet tud kapaszkodni, aztán elengedte a görcsölést. A kilátástalan küzdelem feladása a világ legnagyobb csodája. Mert az alapja a belátás, amit nehéz megtenni. Magunkba nem akarunk csalódni, és
következetesek vagyunk a tévedésünkhöz. És az ilyen emberrel, a gyűlös emberrel nem is lehet olyan társalogni, mert annyira az igazát védi, és ezek között nagyon sok olyan van, aki tenhére van egy két-három személyes közösségnek is, vagy 10 személyes közösségnek is belátni. Nagyon, nagyon fontos képesség. Elengedni a görcsöt, bemondani a teréket betlit. És hát mindaddig, ameddig én azt hittem, hogy nekem 72-ben meg kell nyerni az olimpiát, mert nekem az jár. Már előtte 5 egyéni világbajnokságot megnyertem, és hát igazságtalanság lenne, hogyha nem én nyerném. Nagyon jól megindult, és utána éreztem, hogy annyira jól állok már a 72-es olimpián, a második versenyszámnál, ha még 2 óráig ilyen jól megy nekem a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. Mert nem volt kétségem. És ettől megcsillant nekem az aranyérem, és attól kezdve bebiztosítani akartam mindent, magamra fúzni mindent, semmit nem kockáztatni, semmit görcs, nehogy megszúrjanak. A félelem megjelent, hogy nem fogom megnyerni. Tudják, hogy a félelem kivétel nélkül mindig jelen idejű. Az, hogy múlt időben visszanéz valaki, hogy mondhatja, akkor féltem. De múlt idén félelem nincsen, a jelen időben vagyunk, jövő idejű félelem sincsen. Soha nem mondjuk azt, hogy ettől félek, hogy ez így is így fog történni. Nem azt mondja, hogy ettől fogok félni, hanem most félek attól, ami majd holnap után lesz. Tehát a félelem mindig jelen idejű, a félelem mindig az egyes embernek az Istentől való távolságát jelzi. Egy egész nemzetnek az Istentől való távolsága pedig az egyes emberek Istentől való távolságának az összege. Én már említettem, hogy mindenki a nemzetét emelheti annyira közelebb az Istenhez, amennyire ő maga közeledik az Istenhez. És ez mindenkinek külön bejáratú felelősség. Nem úgy, hogy ő is tagad, én is tagadok, bolond lennék ezt csinálni, ő is bolond csinál, nem. Az embert viszi az ár, sodródunk, és visz magával. El kell engedni a megfelelő embernek való megfelelési vágyat. De addig, ameddig minden jó van, és rége van, javaj van, ez a szabadság, ez nem létezik. Amikor az ember odakoppan, és akkor azt mondja, nem érdekel, nem számít, nem vagyok hajlandó tovább rettegni, magam részéről befejeztem, nincs veszélyben való. Tehát amikor megtörténik a lemondás az emberben a vágyott célról, abban a pillanatban a menny és a föld találkozik. Ennek a lényege lemondás, ami nem könnyű. Le kell mondani, meg kell változtatni a véleményemet magamról, vagy másról. Ez a túlfigyelésben ugyanez van. Vívásnál, ilyen példát hozok, hát én más elektromérnök, az biztos elektromosságból hozza a példát. Én a versenyzés közben nagyon sokszor teljes fizikai kimerülésig tevékenykedtünk általában, és nagyon nagy tétre. És sokkal több tapasztalatot tud leszűrni a világból az, aki a képességének a határáig elmegy. Nem, a képesség határáig előtt egy kicsivel, ha megáll, akkor nem lehet megtudni, hogy hol van a határ. El kell menni, a falig el kell menni. És ezek a falig menéses igyekezetek tapasztalatokat hoztak. És olyan tapasztalatot is hoztak, hogy az is hasznosíthat belőle, aki soha nem sportolt. Nem virtusálott, nem is sportolt egyáltalán. Rengeteg ilyen van, hogy a úgynevezett, hogy mondják,
határterheléseknél, amikor a tudásnak határa jut el valaki, és az összeesés határán tevékenykedik, akkor ismeri meg jobban magát, a másik embert, jobban meg lehet ismerni. És ez volt, példát mondok csak, hogy a München olimpián ellenfelem egy orosz, illetve most már ukrán, a szovjet volt, ukrán, kievi ember, és nekem őt meg kellett venni 26 vagy 28 másodperccel ahhoz, hogy én legyek az olimpiai bajnok. Egy jó futó volt tulajdonképpen, az évi szovjet bajnokságon ő nyerte a futást. Na és én hamarabb indultam, mint ő, mert egyenként indultunk, és az öreg öltusárzók megtanítottak bennünket arra, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Nagyon erősen elkezdeni, mert a pálya közben az utánam futónak a csapattársai mondták az én részidőimet. És hogyha remény volt, akkor megtártosodott az utánam futó, hogy van remény. Viszont azért kellett az erőbeosztásomat úgy csinálni, hogy nagyon erősen elkezdtem, erősebben, mint az optimális, hogy ez alatt a, itt tudom én, 10 perc vagy 8 perc alatt elveszítse a reményét arra, hogy nyerhet. Azt mondták az öröböltusázók, hogy ennek az a taktikája, hogy 4000 méteres telefutás volt. 2000-nél leszkefeladás, mármint a hátulfuton, 3000-nél lelki gyakorlat. 3000-t elérte, 3000-t, és megmondták, hogy most már 43 másodperccel jobb, mint te vagy, hát akkor feladta. És én ben voltam a stadionban, láttam, hogy jön benne szegény ember, és lila, az arca lila, és a futásnál nem nagyon szerencsés, ha lilára futtam már valamit. De akkor jöttek gyorsan gratulálni, mert látták, hogy olyan ideje, hogy én meg rúgdostam őket lefelé magamról, ameddig ki nem írják, addig nem hiszem el. És egy másik pedig az, ugyancsak ez, rengeteg ilyen tanulság szakadt rám évtizedek alatt, hogy beérkeztem a célba, és két ilyen szőke, sváb ember, német ember elkapta mindenkor, befutót, odavitték egy hordájra, lefektették, és oxigén nyomtak a fejébe, a szájába. És én tudtam, hogy célba érkezésnél nem szabad lefeküdni, mert akkor jön, akkor lapszus az elájulás. Lábon kell maradni, csak sétál, de nem lefeküdni, mint a vadisznónál mondják a vadászok, már mások vadisznók, hogy a csak nem lehet állva maradni, ha jön a vadisznó, akkor az agyarával itt felszaggatja az ember nadrágját, lábát is, de a földön a hasát fordítja ki a vadisznó. Lábon maradni. És ezért bennem évekkel korábban is már azt, hogy célba élek, akármilyen fát, utolsó előm azra maradjon, hogy lábon maradok. Voltak olyanok, akik tudatosan eldobták magukat, hogy lássák, hogy mennyire kifutotta magát, és hogy mekkora áldozatot hozott. Mindig púder volt, mindig tudtuk, hogy jársz az eset. Na lényeg az, hogy két markos német oda, és én tudtam, hogy nekem most körülbelül 20 perc múlva jött, érkezett be utána az ellenfél, hogy nekem az égvilágon semmi lehetőségem nincsen segíteni az ügyemen, nincs más, mint várni. Tétlenül várni, mert hogyha lenne olyan, hogy utána szaladnék és elgácsolgatom, akkor az azért tevékeny, de beszélt nem lehet csinálni. Tehát amikor várni kell, és semmit nem tudunk csinálni a cél érdekében, az nagyon rossz, egy borzasztó körülmény. És tudtam, hogy én rám bő 20 perc vár ebbe a tanástalanságban, semmit nem tudunk csinálni, várni. És hányszor van úgy, gondoljanak utána. Meghallunk híreket, most ez a barátom meghallotta a nepáli földrengésnek a hírét. Mit tud csinálni, míg nem jön vissza, hogy a Gergő él? Nem tud semmit csinálni, csak telefonálok egy darabot, tehát feladja. Nyilván megszűntek az összekötetések, tehát várni. Egy lehetőség van, figyelni arra, hogy a Teremtő nagyon sokszor, amikor kérünk tőle valamit, akkor a meghallgatásnak időpontját nem lehet megrendelni nála. Meghallgatja, amit
amit kértünk, és utána egy lehetőség van. Örömben várakozni. És biztosítanunk őt, hogy tudom, Uram, hogy meg fogod adni, ha pedig nem adod meg, azért nem adod meg, mert nekünk az a jobb. És mind a kettőt örömmel veszünk. Csak ehhez valami odafigyelés vagy hittapasztalat szükséges. Amit mondtam, nagyon fontos. Az Isten ismeret, tehát a teljesen úgy nem lehet megismerni, mert az értelmünkön messze túl van. Tehát az Isten ismeret és a hit, amelyik működni tud, esetleg hegyeket mozgat, szorosan összefüggésben van azzal, hogy tudakoljunk-e, hogy ő hol van, mit csinál, mit akar. Mi a ránk vonatkozó terve? Nagyon jó, ha nekünk van magunkra vonatkozó tervünk, nagyon jó. De nem szabad szentségnek tartani. Amikor megkapjuk a figyelmeztetést, a változtatást, akkor lehet azt mondani, hogy dicsértessék, Uram, örökké szent neved. De várni. Mindig ez egy a keresztény létnek egy hogy mondjam, sarkalatos pontja, várni. Össznemzeti felemelkedés, várni. De lehet szólni, állandóan az Isten előtt tolni az egész nemzetet, hogy mi nem tudjuk megoldani, te tudsz összehangolni. Ez lehet. És van, jön az örömteli változás. És az ember, ha nagyon görcsöl az elképzelésénél, abból általában baj van. Elengedni, mint ez a szerencsétlen léghajó kapaszkodó ember. Ha nem engedjük el a terveinket, akkor baj van belőle. És hát azt már sokszor elmondtam önök sokójuknak a fülehallatára, hogy amikor én elkezdtem így görcsölni a vívásnál az olimpián, egy idő után rájöttem, hogy gödörbe kerültem, és akármit csinálok, nem tudok kimászni a gödörből. Nem tudom azt nyújtani, amit egyébként tudok. És olyan nagy elvárás szakadt rám itthonról, mert tudtam, hogy sok ember drukkol nekem, szeretné, hogyha nyernék. Voltak, szinte hallottam, hogy nyerni meg ezt az olimpiát, már 34 éves, hagyja gyorsan abba. És úgy éreztem, hogy sok embernek, ha csak 5 percre, a jó kedve, vagy a szomorúsága az én kezemben van és rajta múlik. Nagy tét volt, és ebből befeszültem. És egy idő után azt mondtam, hogy drága magyar testvére, ne haragudjatok. Hát mindent megtettem a cél érdekében. Most itt vagyok, és örülnétek, hogy nyerni, de ha miattatok izgulok, akkor nem tudom azt csinálni. Erre az időre hadd felejtselek el benneteket, hadd engedjem el a boldogításoknak a görcsét. Én nem tudom boldogítani, Isten tud boldogítani, esetleg rajtam keresztül is. Ne haragudjatok, mindent megtettem, amit tőlem telt. És egyébként is, ha valaki engem azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az nem ér semmit. Engem kell szeretni, bandit, bandikát, engem, igen. És ne haragudjatok, magam részéről befejeztem. Köszönöm az eddig félelmet, ha nem jár nekem, akkor nem jár nekem, megértettem. Nem járandóságom nekem. Van egy sok fiatal, tehetséges, nagyon nagy akarással teli versenyző, miért én nekem lenne az a járandóságom. Magam részéről befejeztem, igen. És ebben a pillanatban, nem 10 perc múlva, abban a pillanatban jött egy olyan állapot, amit mindenkinek kívánok, amikor megtörtént benne a lemondás, hogy az volt benne, hogy te jó ég, honnan ez a derű? Hirtelen. Össze volt ugorva, a hasam görcsöltem, és rögtön az volt, hogy nincs valami szendvicseket, ennék is. És tudtam figyelni a másikra. És a sisak alatt beszéltem az ellenfélnek. Mert nem hallotta ő se, meg a zsűri se, csak halkan motyogtam, gyere, közelebb szép szőke helyercegen, gyere, ne félj, mentem, és a
megszabadult reflexek, olajodottan működni kellett, és megszólhatatlan voltam, mert megvolt a technikai készségem arra, hogy védjem ki, hogy csinál ellentámadást, mindez. Ott a találat, nyújtottam a kezem, édesapám, ide csapjál bele egy ötöst, eredj az Amerikába, lehet gyakorod, lehet még belőle valami, de most véletlenül én adtam, és ebben a terüben csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot. És Adi, biztos sokan ismerik, így fogalmazta meg, mikor elhagytak, mikor a lelkem rosszkodott, vittem, csöndesen, és váratlanul, átölelt az Isten. Igen, ez volt. És erre az állapotra mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Vagyis a mennyeknek országa nem a stratoszférába egy 80 hektáros terület Szegedróta körülvéve, ahol Szent Péter áll az ajtóban, és van, aki benge, van, aki visszalúg a földre. Nem. A mennyeknek országa az ember lelkének az az állapota, amelyben ezt ér át, nincs veszíteni való, nincs függősége az eseményektől. Tehát körülménymentes egyensúlya van az embernek. Ez az, ezt keresétek, az alkalmasságotok állapota, itt van, ez az. Ezt átéltem, és lehet, hogy már unyák is gyönyörű református éneknek a szövege van itt. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űr ő töltse ki. Minden gondom keserben az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörni bánatom, eltörni bánatom. Igen. És azt tudom, hogy ebben az állapotban nem lehet megmaradni az embernek, mert elégje benne. De ott van a tudás, amit tőlem már senki nem vehet el, hogy van ilyen állapot, és aki keresi, megtalálja. És úgy gondolom, hogy nagyon sokszor, mint hogyha a prédikációban, mintha olyan hangok jelennének, hogy javulj meg, változz meg, szedd össze magad egy kicsit, viselkedj, és akkor aztán az Úr elé lehet állni. Sokan úgy vannak, hogy azt mondják, hogy na, az lesz egy ilyen evangélikusok szerű, állítva az Úr elé fogunk állni, és akkor, hát jó van, na, akkor eddig egy dobozra szívtam el napotat, egy hétig ez a fél dobozzal. Rövidített nem iszom. Jó vannak. És ha vele szemben egy csinos nő, látom, elment mellettem, ez a héten most nem fog utána fordulni, hogy másik dimenzióba is tájékozott legyek. Az ember elkezd bemosakodni. Holott az Istennél nem kell bemosakodni, mert az Isten sokkal jobban tudja, hogy milyenre vagyunk, mint mi magunk tudnánk magunkat. Őt nem lehet átverni. Tehát nem bemosakodni. Ez az így, ahogy vagytok állapot. A predikáció sokszor átmennek moralizálásba. Holott az Isten el kell fogadni, amit mondtam, feltételül, nélkül szereti a bűnösöket és a bűntelenneket. De bűntelen ember nincsen, Jézus tette az ember bűntelenné, mivel bűneltörlő. Ha a bűneink, ha elfogadjuk, hogy Jézus, Isten egyszerű fia azért, hogy a bűneinket eltörölje, így van az egymondatos új szövetség, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az örök élet van betéve, reményeinket felszolgál. Az kell, hogy vonzom bennünket, és ne a haláltal való félelem. Tehát ez a belső körülmény, ahol az ember azt mondja, hogy eléd állok. Nem tudok semmi jót mondani magamról. Méltatlan vagyok. Csalódtam magam most a többé. Ezért gyönyörű az a 6 verses ének, amit ezelőtt már 11 éve, többen nem 11 éve, a Kossuth Rádióban elmondhattam, a Kondor Katalintól kaptam lehetőséget, volt egy műsor, aminek az volt a címe, minden vasárnap 1-től 2-ig, hogy
névjegy. És akkor valaki elintézte, egy ismerős barát, hogy oda menjek a gondolatlan elintézte, és mondta, hogy hát akkor jó voltok, köszönöm, kedves vagyok. És azt mondja, akkor hát akkor menj majd a felvételre. Felvételre. Mondom, Laci Kándor, én csak élőadásra megyek. Köszönöm szépen, nem? És hát élőadás lett belőle, Kondor Katalin azt mondta a barátomnak, jó van, de te leszel a riporter. És ebbe a riportba ezt a bizonyos éneket elmondtam, beszéltem ugye az egy óra végén, vagy 55 perc volt mindegy, ezt a, elmondtam, ezt a 6 verset, nem énekeltem, mert akkor elzárták a rádiót, és ezt a... Ezt hallotta 81 éves korában egy ember, aki 85 éves korában meghalt, és az örökségét egy ügyvéd kezelte, felhívott engem, hogy ez a valaki 85 éves korában meghalt, és a végrendeletében a lakását én rám hagyta. Nem rossz számot hívott, azt mondta, hogy soha nem hallottam. Azon tudom, hogy nem. Kiderült, hogy ezt az adást hallotta, abban a pillanatban vége volt, elzárták a rádiót, megírta a végrendeletét, amelyben ezt a gyönyörű lakást 12. kerületben, Nagycsarnok utca, a Német Völgyi úton megyünk felföld balra, 125 négyzetméter gyönyörű lakás. Egyébként eladtuk, mert három lányunk akkor ment férhez, és nem volt lakásuk. Lányunknak nyomtuk a milliókat, kocsit cseréltünk, burkolásokat csináltatunk, redőnyöket csináltatunk az ablakkal. És tehát ezt a riportot hallottam, és ezt az éneket hallottam, rádióban is elmondtam. És ha tudtam volna, akkor ezt elmondom, hát remegő hangon mondtam volna. De úgy voltam vele, hogy ha engem nem hívnak a élőadásra, engem nem, nekem szereplési vágyam nincsen, minuszos vagyok. Fúcsa, de nekem szerepelni kell. Hányan vannak, akik a két cintán még összeütnek, és megy és szerep, és ott akar. Én ebből a szemben sok hibám van, de ilyen szereplési vágyam az nincsen. A lényeg az, hogy ez így hangzott, egy angol utcalányból megtért hívő nő, valamilyen Elliot a vezeték, vagy a vezeték neve, Charlotte Elliot valamilyen, és ő írta a szövegét. Mindenik vers úgy van, hogy amint vagyok, gondolatjel, elmondja magáról, amit tud, gondolatjel bezárva, fogadj el Jézusom. Tehát amint vagyok, úgy fogadj el. Nem, így ahogy vagyok. És, tehát így van maga. Amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangulat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe, szennye, fogy. Te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, már gyötrelem s kétség rágódik lelkemen. Kívül harc, bennem félelem, fogadj el Jézusom. Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset leljek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át, hadd bízz a lelkem rád magát, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, hogy te szent szerelmet tudja, mit jelent már itt, és majd ekkor odafenn, fogadj el Jézusom. Ezt elmondtam, ezt a valaki meghallgatta, utána végrendelte mindent, dúsgazdag valaki volt, össze-vissza változtatott, mindeniket cserélte, visszaoltott, ezen soha nem változtatott. És hát ez kiszámíthatatlan. Tehát ez, ha mondom, hát most hát nem álkötőt kell kiosszak, hogy ez megtörtént. Nem lehetséges, hogy könyököl a Jóisten a felhőszél, és mondja, hogy annak az üzének, annak a budapesti gyereknek, annak egy lakást adjatok.
Tehát kicsit emberi degradálom a Jóistent. De az, hogy a tudta nélkül történt volna, azt kizártnak tartom. Azt kívánom nektek, önöknek, hogy ez legyen be. Keressétek először az Isten országát és az igazságát, és minden megadatik nektek. Ez a legényeg, a sorrend. Köszönöm a figyelmet. Inkább mondok valamit. Mert a nagy tapsban egy kicsit néha benne sejtem azt, hogy önök közül néhányan, vagy sokan azt mondják, hogy könnyű a balcónak ennyit nyert, de az én helyzetem egészen más. Nem igaz. Lényünknek van egy vonulata, egy sárja, ahol teljesen azonosak vagyunk. Ez a nagy bérházak, ez a 8-10 emeletek bérházakban, egy ilyen szallagház egyben van építve, ez rendeket tépcsőháza. A harmadik emeleti, mit tudom én, 4-es számúból nem lehet átmenni az 5-ös számúba. Csak úgy lehet a másik épületbe lemenni, le a pincéből, végig nyitva van. Végig lehet gyalogolni 6-8 lépcsőházat, mert ott nyitva van. Lényünknek van egy ilyen része, ahol teljesen azonosak vagyunk. És Pál apostol azt mondja, mit van, amit nem kaptál? Ha kaptad, miért dicsekszel vele? És én tudom, nekem nincsen érdem, az akarát is ajándékba kaptam az Istentől, de hogy mennyire nem véletlen az egész. Édesanyám az kántortanító volt, és az édesapja is kántortanító volt, felvidékről települt át, mikor 1920-ban alá kellett volna írni a hűségesküt, átjött Magyarországra, és Kiskörös mellett 4 kilométerrel van egy település, Fekete-Hónnak hívják, és ott kapott ilyen 4 osztály egybe ilyen népiskolás tanító mi volt ott, és az én édesanyám is befejezte a prepát, a tanítóképzőt, és orgonát is tanult. És ott volt elásva szegény, és a nagyanyám tudta, hogy hát itten a szőlős gazdák költön elfogadható legény nem nagyon van, hát megpróbált mindent, ami tőle telhető, és bejártak Kiskörösre az evangélikus templomba. És egyszer híre jött, hogy vasárnap nem a hivatalos parókus lelkész fog beszélni, hanem egy fiatal káplán, Hulvei, az fog jönni prédikálni. És az én drága jó nagyanyám vitte a lánykáját, orra, és hát kicsit közel a templomhoz megálltak, hát ha véletlenül összetalálkoznak, vagy köszönnek, vagy egy ilyen kezdő kis valami hátal, remény. És megálltak közel a templomhoz, egy kirakat előtt. De nem érdekelte őket, hogy mi van a kirakatban. A kirakatnak a tükrébe nézték, hogy jön Hulvei, vagy nem jön Hulvei. Nézték így. És nem jött Hulvei, senki nem jött. És egy idő után, ezt édesanyám mondta neked, nekünk, egy világos, tiszta hang, így, mintha itt szólnom, vagy így hangzott. Ott jön a férjed. Édesem meglepődött, mi azt mondtam, de? És egyszer csak egy helyettesítő, másik fiatal káplán jelent meg, akit úgy hívtak, hogy Balcó András. De ezt hallotta, és miért ebből házasságban jegyesség, nagyon hosszú eltelt. De nem tud az Isten bejelentkezni, és megmagyarázni, hogy minden az én kezemben van, és nem többet függ, és ajándékba kapsz minden. Igen, ez történt, és ez engem bizony mélységesen befolyásol arra, hogy determinált az életünk, azzal együtt, hogy a szabad akaratunknak a birtokában vagyunk. A kettő egymást kizárja.
úgy mondják, hogy ambivalencia. De amikor az ember idején az értelemnek és az értelmen túlinak a falánál van, és ott kell megállni, és az értelemnek meg kell hódolnia. Hány olyan dolog van, mint például most elmeséltem, hogy az ember képtel kalapját megemelni, és azt mondja, hogy Uram, a te világod értelmen túli, elfogadjuk, és fordulunk hozzád. Légy hozzánk hű továbbra is, egyénileg is, magyarokhoz is. Ennyit mondtam, hogy tettem, csak azért mondom, hogy ha tapsolnak, akkor a taps egy kicsit olyan a gondolatnak, mint verédnek a dob. És jó, arra, hogy elfelejtsük, mit mondott a balcó, arra jó. De megigyezni talán nem vagy. Tehát, hogyha most nem tapsolnak, nem tudom, adok szentartalnak kérdőforítottat. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a nem tapsolat.